tiszta vízzel már rögtön születésünk pillanatában találkozunk. A víz a létfontosságú természeti javak nélkülözhetetlen eleme, mely végigkíséri életünket. Első számú élelmiszerünk. Bármit fogyasztunk, a víz közvetve vagy közvetlenül benne van, vagy előállításához szükséges. A tiszta, egészséges ivóvíz az egyetlen, mely semmi mással nem pótolható. A Bakonykarszt Víz és Csatornamű Részvénytársaság jogelődjei révén már több mint egy évszázada szolgáltat ivóvizet a régió lakossága számára. A jogelődök között az első a Veszprém Városi Vízmű 1896-ban kezdte működését. Ezt megelőzően csak néhány sétparti forrás és kút adott jó ivóvizet. A helyi vezetékes ivóvízszolgáltatás ősének tekinthető Tumler-féle vízemelő 1776 óta juttatott vizet az Urkut forrásból a 43 méterrel magasabban fekvő Várhegyre a püspöki palotába. A zseniális szerkezet 120 évig a Veszprém vízmű és városi vezetékrendszer kiépítéséig kiválóan működött. A várbejáratánál található ivókút a 19. század végén megvalósított vízműnek állít emléket. Az 1896. októberében átadott vízművet a város elöljárósága Veszprém millenniumi létesítményének is szánta. Medencéje jelenleg is üzemel. A megye területén a veszprémi vízmű átadását követően néhány évvel később Veszprém Fajszon is megkezdődött a vezetékes ivóvízszolgáltatás. A Fajszi vízmű évszázados terve értékes technikatörténeti dokumentum. Az 1950-es évektől kezdve lendületet vett a helyi vízművek építése. Az 1960-ban megalakult Veszprém megyei víz- és csatornaművállalat az országban elsők között szerveződött és műszaki-technikai fejlesztései révén is elismerést váltott ki. A vállalat megalakulásakor 38 helyi vízszolgáltató egységet fogott össze, majd a 80-as évek végén változó régióhatárokkal már 115 települést látott el ivóvízzel. A 90-es évek elején a társadalmi változás követően a vízi közmű vagyon az önkormányzatok tulajdonába került. A 121 tulajdonos önkormányzat döntése alapján 1996-ban a vállalat részvénytársasága alakult. A Bakonykarszt részvénytársaság vagyona napjainkra meghaladja a 7,7 milliárd forintot. A társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, ügyvezető szerve az igazgatóság. Elképzeléseit, a meghatározott célokat a társaság műszaki-gazdasági menedzsmentje valósítja meg. Tevékenységét felügyelőbizottság ellenőrzi, melyben a tulajdonosokon kívül a munkavállalók is képviseltetik magukat. A részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott létszáma 1989-ről 1999-re felére csökkent, mely a társaság szigorú takarékossági programjának egyik eredménye. Egy munkavállalóra 430 fő vízellátásával kapcsolatos komplex tevékenység jut. Átlagosan egy település teljes körű víziközmű szolgáltatását 4 fő végzi. Napjainkban a Bakonykarszt részvénytársaság több mint 230 ezer főnyi lakosság magas színvonalú, zökkenőmentes kiszolgálásáról gondoskodik. 6 üzemegységgel a Várpalotai, a Zirci, az Ajkai és a hozzátartozó Pápa környéki, a Veszprémi a kapcsolódó Nagyvázsonyival összesen 138 településen biztosítja a minőségi ivóvízszolgáltatást és 25 településen a szennyvízelvezetést. Nézzük, miként juttatja el a fogyasztókhoz az évi 11 millió köbméter ivóvizet, és hogyan tisztítja a 7 millió köbméter szennyvizet a Bakonykarszt részvénytársaság. Kövessük végig a vízútját a vízbeszerzéstől a szennyvíztisztításig. A szolgáltatott ivóvíz 85%-a karsztvíz.
A felszíni vagy csak vékony talajtakaró alatti mészkő és dolomit rétegekben tározódó karsztvizet döntő részben közvetlenül a beszivárgó csapadékvíz táplálja. Általában furt kutak segítségével csapolják meg. A kellemes ízű, kiváló üdítő hatású karsztvíz geológiai adottságok miatt rendkívül sérülékeny. Az ország veszélyeztetett vízbázisainak 12%-a a részvénytársaság működési területén található. A vizet villanymotorról hajtott búvárszivattyúk emelik ki. A síkvidéki települések elsősorban rétegvizet hasznosítanak. Többségük sajnos magas vastartalmú, ezért tisztításuk elengedhetetlen. A vasvegyületeket oxidálást követően zárt gyors szűrőben távolítják el. Közegészségügyi okok miatt néhány víztermelő telepen az ivóvizet fertőtlenítik. Hogy minél kevesebb vizet kelljen tisztítani, indokolatlanul ne növekedjenek az előállítási költségek, vízbázisainkat védenünk kell. Vízkincsünk megóvása közös érdek. Mit tehetünk ennek érdekében? Csatornázzuk településeinket a szennyvizek károsító hatásainak csökkentésére. A szennyvizet közcsatornába és ne közvetlenül a talajba vezessük. Legyünk mértéktartóak a műtrágyák, növényvédőszerek alkalmazásakor. Mindenkor kerüljük a környezetszennyezést. Például 1 liter fáradt olaj gondatlan szétöntözése akár 1 millió liter ivóvizet is elszennyezhet. A szennyezett vízbázis pedig hosszú évtizedekre, esetleg végérvényesen is elveszhet számunkra. A víztermelő és víztisztító telepektől szivattyúk segítségével csővezetékeken jut a víz a fogyasztókhoz és a tározókba. A nagyobb településeken a domborzati adottságok miatt több szivattyútelep átemelő és magas tározó működik. A hálózati víznyomást és a fogyasztási csúcsok kiszolgálásához szükséges tartalékvízmennyiséget az összességében 45 ezer köbméter térfogatú magas tározók biztosítják. Ez a mennyiség átlagosan a térség egy napi vízigénye. A vízműtelepek közötti kapcsolatot, az irányítást korszerű számítógépek, adatátviteli berendezések és diszpécser központok tartják fenn. Az életet jelentő víz 2000 kilométernyi csővezetéken jut el a fogyasztókhoz. Ilyen hosszú ivóvízvezetékkel 10-szer tudnánk körülkeríteni a Balatont. Településeinket a közművezetékek úgy hálózzák be, mint az ember szervezetét az erek. Feladatuk közös, a szállítás. A bekötő vezeték a nagy átmérőjű utcai vezetékből vízmérő óránkon keresztül lakásunkba vezeti a vizet. A háztartásokban naponta fogyasztói szokásoktól függően személyenként 60 és 130 liter közötti a vízfelhasználás. A lakások mellett közintézmények, ipari és mezőgazdasági vállalkozások használnak ivóvizet. Évente 13 millió köbméter vizet kell kitermelni a föld mélyebb rétegeiből ahhoz, hogy mindig friss és tiszta víz folyhasson a csapokból. Az ivásra alkalmas vízkincs nem egyenletesen oszlik meg területünkön, ezért jó néhány település számára társszolgáltatóktól kell vásárolni a vizet. A Bakonykarszt részvénytársaság konkrét szolgáltatási feladatai mellett aktív ismeretterjesztő, szemléletformáló munkába kezdett a gyermekek, az ifjúság és a lakosság körében. Rajz és novellaíró pályázataival, színvonalas vízvilágnapi vetélkedőivel, nyílt napjaival, a természetvédelemre, a vízbázisok megóvására ösztönöz. Az ivásra alkalmas vízből pillanatok alatt környezetre veszélyes szennyvíz válhat. A szennyezett vizet a lehető leggyorsabban kell vezetni a keletkezés helyétől a tisztítótelepre. A szállítás a gravitációs és nyomás alatti szennyvízcsatornák feladata. A részvénytársaság több mint 600 km hosszú szennyvízcsatornát üzemeltet. A domborzati akadályokat szennyvíz átemelők segítik leküzdeni. A szennyvíz tisztítás igénye egyidős a vezetékes ivóvíz szolgáltatáséval. Az 1900-as évek elején dr. Szegleti György veszprémi polgármester fogalmazta meg, a vízvezeték csatornázás nélkül mindig kétséges kincsünk marad.
A tisztítás során a környezetre káros oldott és lebegő anyagokat távolítják el a szennyvízből. A darabos szennyezést mechanikai eljárással, szűréssel, ülepítéssel választják le. Az oldott, főleg szerves eredetű szennyezést biológiai úton elsősorban baktériumok bontják le környezetre ártalmatlan anyagokká. Az élővizekben kedvezőtlen biológiai folyamatokat, az eutrofizációt elősegítő nitrogén és foszfor vegyületeket is kivonják. Ez több lépcsős kémiai és biológiai eljárással valósítható meg. A tisztított szennyvíz fertőtlenítés után kerül vissza a természetkör folyamatába. A szennyező anyagok kezeléséről, környezetkímélő elhelyezéséről is gondoskodni kell. A kiszűrt rács szemét a szeméttelepekre kerül. Az üllepítés és a baktériumok szaporodása során keletkező iszap további kezelésre szorul. A rothasztás során biogáz és stabilizált iszap keletkezik. A biogázt a telepek fűtésére és melegvíz ellátására hasznosítják. Az iszapot centrifugákkal víztelenítik. Veszprémben és Várpalotán az iszapkezelés következő fázisa a komposztálás. Az érett komposzt környezetbarát termék, talajjavításra alkalmas. A mezőgazdaságban használják fel. Az ajkai és a környező telepek iszapjával a Tímföldgyár vörös iszap kazettáit fedik le. A fertőzés elkerülésére a víztermelés, vízszállítás, vízkezelés minden fázisában szigorú az ellenőrzés. A vízminőség ellenőrzés mellett a szennyvíztisztítók üzemviteléhez szükséges vizsgálatokat is a részvénytársaság korszerű, akkreditált laboratóriuma végzi. Évente több mint 7000 vízminta vizsgálata segíti az egészséges ivóvíz szolgáltatását és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet. A Bakonykaszt részvénytársaság diszpécser szolgálatai és hibaelhárítói folyamatosan a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. A részvénytársaság felkészült szakemberei az év minden napján, a nap minden percében mindent megtesznek azért, hogy egészséges ivóvíz folyjon a csapokból, és a szennyezett víz ne okozzon kárt a természetben. Az üzemzavarok elhárításához felhasználandó anyagok, tartalék alkatrészek folyamatos biztosítása a szükséges anyagkészlettel rendelkező raktárak feladata. A biztonságnak, a kiváló minőségnek ára van. A természet korábban ingyenes ajándéka a vízkincs, a káros környezeti hatások miatt csak egyre bonyolultabb technológiákkal, nagyobb költséggel juttatható el a fogyasztókhoz. Vajon gondolunk-e arra, hogy 1000 liter, vagyis 1 köbméter ivóvíz annyiba kerül, mint 1 kg fehér kenyér, vagy egy üveg sör, vagy éppen 1 liter tej? A víz különleges áru. Élelmiszer, de annál jóval több is, mert mással nem helyettesíthető. Hiánya pusztuláshoz vezet. A Bakonykaszt részvénytársaság alkalmazottai mindent megtesznek azért, hogy ez a katasztrófa ne következzen be. A védett vízadóhelyek, a szakképzett és elégedett munkatársak, a korszerű műszaki berendezések, vagy a vízdíjból származó bevételek hiánya a víz mai viszonylagos bőségét vízhiánnyá változtathatja. A folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz, a gazdálkodás egyensúlyához elengedhetetlen a működési költségeket tartalmazó díjak megtérítése. A korábbi nagyarányú állami díjtámogatás megszűnt. A szolgáltatás ára ma már tartalmazza az előállítás összes költségét. Az infláción kívül a díjak alakulását kedvezőtlenül befolyásolja az is, hogy az utóbbi 10 évben felére csökkent a fogyasztott víz mennyisége, ami jelentősen növelte a fajlagos költséget és üzemeltetési gondokat is okozott. A Bakonykaszt részvénytársaság ügyfélszolgálatai a legkorszerűbb eszközökkel segítik a fogyasztókat gondjaik megoldásában.
A részvénytársaság legfontosabb feladatának tekinti a rábízott vagyon gazdaságos működtetését, folyamatos fejlesztését, a korrekt, jó kapcsolatok megőrzését a tulajdonosokkal, fogyasztókkal. Az üzembiztonság növelése és a működési költségek csökkentése érdekében modern ivóvízhálózat ellenőrző berendezéseket, kamerás, csatornavizsgáló és egyéb korszerű eszközöket alkalmaznak a társaságnál. A 21. század kihívásának megfelelő fejlesztési stratégia fő pillérei a következők. Egyszerűbben leolvasható, nagyobb pontosságú vízmérők beszerelése. A műszakilag elavult vezetékek cseréje, ami csökkenti a szolgáltatási zavarok és a közterületbontások számát. A kor követelményeinek is megfelelő szolgáltatáshoz a gépészeti berendezések, az eszköz- és gépjárműpark és a tisztítási technológiák rekonstrukciója. További cél a gazdasági és műszaki adatokat gyorsan és pontosan feldolgozó számítógépes rendszer fejlesztése és az ISO 9002-es szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, a tanúsítvány megszerzése. A mindenkori fejlesztések célja, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Részvénytársaság a fogyasztóit gazdaságosan, a legkisebb ráfordítással, a legjobb minőségben szolgálja. A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.